Az idő nagyon hamar eltelt, és már a kilencedik előadásnál tartunk, de hiszem, hogy lassan közeledünk oda, hogy megértsük az elméletet, és aztán a gyakorlatba is tudjuk ültetni ezeket a dolgokat. Mindig ismétlem nem tudok a gyakorlatról beszélni, hogyha nincs meg az alapom. Nem tudok felépíteni egy házat, hogyha nem építettem alapot neki, elő, nem készítettem alapot először. És nekünk nagyon jó alapra van szükségünk azért, mert meg fogjuk érteni, meg kell értenünk azt, hogy mik Isten elvárásai tőlünk szülőktől, és mi a mi feladatunk és ez nem egy olyan dolog, amit balkézzel tehetnénk, vagy úgy mellékesen, hanem teljes odaadást és erőfeszítést igényel ahhoz, hogy megvalósítsuk. Ezért egy jó alap segít minket arra, hogy ne hagyjuk magunkat megingatni, és ne menjünk innen úgy haza, hogy azt higgyük, hogy amit meg kell tennünk, az lehetetlen vagy túl nehéz. Megláttuk azt, hogy az emberben van egy fő dolog. És ez a fő dolog az identitás, önazonosság. Jó, ha néha visszakérdezem, hogy lássam, megértettük-e azt, amiről beszélünk. Én, aki gyakran mondom el ezeket a dolgokat, azt gondolhatom, hogy aki először hallja, megérti. De néha csalódok. Ez nem mindig lehetséges. Tehát egyetlen dolog létezik az ember életében, ami hogyha helyes, akkor minden más dolog helyes lesz. De hogyha ez nem helyes, akkor semmi nem lesz helyes. Tehát a szív forrása a fontos és az az azonosság tudat. Hadd vizsgáljuk meg ma az azonosság tudat tulajdonságait. Minden beteg, akivel elbeszélgetek, és felteszem neki ezt a kérdést, ugyanúgy válaszol. Tehát ebből láthatjuk, hogy mind egyformán gondolkodunk. És mind egyformán viszonyulunk a helyes, meg a helytelen önazonossághoz. Tehát kétféle önazonosság létezik. Az, hogy én Isten vagyok, vagy pedig teremtett lény vagyok. Ezt a szemléltetőt, ezt a példát használtam, mert Jézus is a jó szemről, meg a rossz szemről beszél, a jó szem megvilágítja az egész lelket, és a gonosz szem pedig sötétséget hoz a léleknek. Azt mondja a Biblia szöveg, hogy ha az, ami világosság kell legyen bennetek, sötétség, akkor milyen nagy lehet a sötétség. Mikor Jézus elmondta ezeket a szavakat, biztosan megdöbbent attól a sötétségtől, amivel mi születünk, és észre sem vesszük. Ezért. Ez a szem olyan, mint egy kaméleon, ez a rossz szem. Minden szín megvan benne, és úgy tudja változtatni a színét, ahogy a körülmények megkövetelik. Nincs stabilitása, nem megbízható, hanem mindig becsap minket valahol, ahogyan csak tud. De hogyha ismerjük a tulajdonságait, akkor könnyebben felfedezzük, mintha nem ismernénk. Azért, mert meg kell értsük azt a gondolkodásunkban, hogy honnan jön a gondolat? Honnan jön ez az elképzelés a tudatunkba? Mert a szívünk forrásából jön, és meg kell tudjam, hogy az a forrás az igazság forrása, vagy pedig a hazugság forrása. Mert csak két forrás létezik, az igazság és a hazugság önmagunkkal kapcsolatban. Ahogyan ma reggel mondtam, a bűn nem egy külső hazugság, hanem egy belső. Az ember önmagát csapja be. Azért, mert a lélek úgy működik, hogy csak egyedül tudja önmagát becsapni. Őt nem lehet becsapni. Mert csak a lélek egyedül tudja felvenni az információt, és azt mondja rá, hogy ó, ez igazság, amikor közben hazugság. És hogyha nem tudja biztosan, hogy mi az igazság és mi a hazugság, akkor tévedni fog, és a teste lebetegszik. Ezért, hogyha Isten vagy, Istennek képzeled magad, akkor függő vagy, vagy pedig független lelkileg? Függetlennek érzed magad lelkileg. Minden betegem így válaszol. De hogyha teremtett lény vagy, és annak tudod magad, akkor függő vagy, vagy független? Akkor függő vagy, szükséged van valakire, aki megmutatja a helyes irányt. Ha Isten vagy, mi az, amit magadinak mondhatsz? Minden az enyém. Látjuk a gyermekeinken? Minden az övék. Minden az enyém. Ha teremtmény vagyok, mi az enyém? Semmi sem az enyém. Ha Isten vagyok, mennyi mindent teszek önmagamért? Mindent önmagamért teszek. De ha teremtmény vagyok, akkor mennyi mindent teszek önmagamért? Nem teszek semmit önmagamért. Itt megláthatjuk azt, hogy Jézus Krisztus milyen világosan fejezte ki magát, amikor azt mondja János Evangéliuma 5. fejezetben, hogy ő mennyi dolgot tud magától tenni? Semmit. Megkérdezek ma egy embert, hogy mennyi mindent tud magától tenni, mit fog mondani? Sokat, ha nem mondja azt, hogy mindent. De ha egy dolgot tudsz magattól tenni, akkor Isten kell legyél. Így van. Mert akkor az a dolog a tiéd kell legyen. És az ember nem tud semmit magától tenni. Hogyha én Isten vagyok, akkor mennyi minden kell körülöttem forogjon? Ki van a világegyetem középpontjában? Isten. Tehát, hogyha én Isten vagyok, akkor mennyi minden kell körülöttem forogjon? Minden körülöttem forog. De, hogyha teremtmény vagyok, akkor mennyi minden forog körülöttem? Amikor mennyi minden szól rólam? Semmi. Minden Isten körül forog. Tehát látjuk, csak két nagyon alapvető dolog ami az azonosság tudatunkhoz tartozik. Minden beteg, aki hozzám jön, ugyanazzal a problémával rendelkezik. Minden körülötte kell forogjon. Mindenki neki kell hódoljon, mert neki kiára a tisztelet, az imádat. Az a bajom, hogy én adtam valamit, és nem kaptam semmit cserébe. Az bánt, hogy én rendelkeztem valamivel, és azt elvették tőlem. És akkor az ember az külső eseményt egy személyes veszteségként kell értelmezze. Hadd vizsgáljuk meg. Ha valaki nem él házasságban, veszített ezzel valamit? Ha nincsenek gyerekei? Ha nincs vagyona? Ha gyerekeket egyedül neveli, ha házastársa nem segít, ha a gyerekei engedetlenek, kié a veszteség. De bármi, amink, amivel nem rendelkezünk, vagy bármi, amit elvesznek tőlünk, kié a veszteség. Láttuk ma reggel azt az esetet, amikor egy családnak az egyik kislányát valaki megerőszakolta, majd meggyilkolta. Ki vesztette el azt a gyereket? Kinek volt a vesztesége? Hogyha én Isten vagyok, akkor kié a veszteség? Engem ért a veszteség, mert a gyerek az enyém. Hogyha én Isten vagyok, akkor a veszteség személyes. Az én veszteségem. És én vagyok az áldozat. Ez a három dolog megtalálható minden betegemnél. Minden betegem azt hiszi, hogy a dolgok az övéi, és hogyha elveszítette őket, akkor ő az áldozata ezeknek a körülményeknek. Hogyha emlékeztek még a tegnapról, hogyan működik az ember szíve? Mi igent kell mondjunk a nyereségnek, és nemet a veszteségnek. És hogyha valaki okozhat nekem veszteséget, annak nem tudok nemet mondani, és azért jelentkezik a betegség, mert nem tudom elkerülni a veszteséget. Minden stressz, minden veszekedés, minden konfliktus azért jelentkezik, mert én el akarok kerülni egy veszteséget, ellen akarok állni annak a veszteségnek, amit nem tudok elkerülni. Azért, mert nincs választási lehetőségünk, hogy igent mondjunk a veszteségnek. Isten nem úgy teremtett minket, hogy mondjuk kiugorjak az ablakon, és ne legyen semmi veszteségem. Isten úgy teremtett, hogy abszolút nemet mondjunk a veszteségnek, mert ő azt akarja, hogy mi a nyeresség felé haladjunk. Nem haladhatunk a nyereség és a veszteség felé is egy időben. A veszteség az mindig elkerülendő. El akarjuk kerülni. Majd egy másik alkalommal bemutatom, hogy hogyan hozunk döntéseket. Hogyha én megszomjazom, hogyan hozom meg azt a döntést, hogy igyak. Azért, hogy vissza tudjunk emlékezni erre. Mi történik a szívemben, mikor. amikor én azt mondom, hogy iszok. Iszok. igent mondok a nyereségnek. És amikor. mikor hagyom abba az ivást? Tehát iszok. És miért állok meg, miért hagyom abba? Azért, mert ha tovább innék, az már veszteséget jelentene. Ezért hagyjuk abba az ivást. Ezt teljesen tudat alatt tesszük. Mikor valamilyen döntést hozunk? Ebédeltetek ma délben? Hogyan mérlegeltük a dolgokat? Nyeresség, veszteség, nyereség, veszteség. Amikor még egyel többet tettem volna a tányéromra, az már veszteség lett volna hogy ha tettem volna még egy adagot, akkor az már veszteség lenne. Tehát minden döntés, amit hozunk, úgy van meghozva, hogy nyereség, veszteség, nyereség, veszteség. Igen, nem. Igen, nem. Mindkettőre szükségünk van. Ezért az emberi problémáink, és észrevehetitek, hogy minden gyerek akkor haragszik meg, hogyha veszteséget okoztok neki. Egy gyerek se fog lázadni, a nyereségért. Csak akkor lázad, mert ő úgy érzi, úgy ítéli meg a dolgokat, hogy ami vele történik, vagy amit tennie kell, az veszteség. És tudjátok, hogy mióta gondolkodik így. Születése óta. Így volt teremtve, így született. Az ember úgy volt teremtve, hogy nem tud igent mondani a veszteségnek, mert ha tudna, akkor nem tudná önmagát irányítani. Nem lenne meg az a képessége, hogy önállóan mérlegeljen és döntsön. Ádám és Éva a paradicsomban voltak az édenkertben. Hány fa állt rendelkezésükre, hogy táplálkozzanak? Róla. Nagyon sok. De hogy döntötték el, hogy melyik fáról szakítsanak? Hogyan? Azért, mert a döntéseink nem lehetnek párhuzamosak, mindig egyik a másik után történik. És ezért, hogyha Ádám ma azt mondta, hogy á, ma a barackot szeretnék enni, akkor minden más gyümölcsnek nemet kellett mondjon, mert csak egyet tudott enni. Miután megette a barackot, azt mondta, hogy á, a banán lenne egy nyereség, és akkor lemondott a barackról. Mindig szükséged van egy igenre és nemre. Isten azt mondta, hogy ha a tiltott fáról eszel, akkor az a legnagyobb veszteség. És az ember soha nem Ehetett volna arról a fáról, hogyha azt hitte volna, hogy csak ugyan meghal. Nem tudott volna arról enni. Ők meg voltak kísértve, azért mert elhitték, hogy ez őket egy magasabb létre fogja segíteni. Éva nem arra volt megkísértve, hogy meghaljon. Ádám nem azért evett, hogy gyere Éva, halljunk meg mind a ketten. Ő elhitte, Évának, hogy úgy, ahogy ő egy magasabb tudatra jutott, ő is egy magasabb tudatra fog jutni. Ők úgy voltak megkísértve, hogy ezzel a lépéssel nyerni fognak, de veszteség lett számukra. Tehát az ember problémája az, hogy nem tudunk igent mondani a veszteségnek, de hogyha valaki megfordítja az értékrendünket, akkor sok mattot kapunk. A gazdag ifjúnak az értékrendje meg volt fordítva. A nyereség, az örök élet, amit Jézus felajánlott neki, számára veszteséget jelentett, azért mert a földi nyerességet nagyobbnak, értékesebbnek tekintette. Mi meg kell tanítsuk a gyermekeinket, hogy mi az igazi nyereség, ezért kell ismerjük a működésüket, azt, hogy hogyan gondolkodik a gyermekem, miért reagál így. A szülők ezt meg kell értsék. Hogyha én teremtett lény vagyok, akkor Istennek a vesztesége, hogyha valami velem történik. És akkor kit sajnálok? Istent. Ez az igazi sajnálat. Amikor. Valami negatív történik, akkor egyedül Isten az, aki veszít, akit kár ér, mert az a gyermek, akit megöltek, akivel visszaéltek, az Isten gyermeke. Miért engedte meg ezt Isten? Tudjátok miért? Az üdvösségért. Tudjátok, hogy Isten egy napon be fogja bizonyítani azt, hogy minden, amit ő megengedett, és amit mi rossznak tapasztaltunk, az emberek üdvössége érdekében engedte meg. Képzeljétek el ezt a jelenetet. 23 év után ezek a szülők megtudják, hogy születésüktől fogva Istennek képzelik magukat, és megtérnek Istenhez. És mindhárman Istenhez jönnek. Hányan fognak végül üdvözülni? Mind a négyen? Veszített Isten valamit? Mi történt? Nyert! Így gondolkodunk? Nem gondolkodunk így, mert csak erre a földi életre gondolunk. Annyira földhöz ragadtan gondolkodunk, mert csak a jelent látjuk. De higgyétek el, hogy ha az ember nem megy át nehézségeken, akkor nem tudja felfogni azt, hogy van benne valami, amit meg kell változtatni ahhoz, hogy üdvözüljön. Hogy a hazugság helyett, amivel született, bele kell ültetni az igazságot az újjászületés által. Ez döntő fontosságú, mert senki nem tud eljutni a mennybe újjászületés nélkül. Isten tudja, hogy ez hogyan működik, és ki és hogyan fog eljutni oda. Ma reggel olvastam azt, hogy akik erre a földre születnek és sötétségben vannak, nem hibásak azért, hogy a földre születtek. Csak fel kell világosítsuk őket, azért, hogy ők meglássák, átvegyék vagy visszautasítsák a világosságot. Mikor elmondtam ezt egy misszióiskolai osztályban, valaki azt mondta, hogy legjobb lenne, ha soha nem világosítana fel senki minket, és akkor nem lenne felelősségünk. És erre azt mondtam, hogy igen, ártatlanul halnál meg, de csak meghalnál. Tudjátok, akik soha nem fogadják el a világosságot, azok nem tudnak eljutni a mennybe. Azért, mert holtan születsz, holtan halsz meg, és örökre halott maradsz. A világosság el kell jöjjön hozzánk ahhoz, hogy a halálból az életre tudjunk jutni. Ezért van felelősségünk ezen a világon a gyermekeinkért. És hogyha sikerül a gyermekeinket jól nevelni, akkor olyan nagy hatásunk lesz a környezetünkre, hogy el sem tudjuk képzelni. Azért, mert ez a mi feladatunk, a mi célunk, hogy a világ világossága legyünk és a világosság azt jelenti, hogy mi megértettük az igazságot mag önmagunkkal kapcsolatban, hogy kik vagyunk, és Istenből élünk, Istenért. Istené a veszteség, nekem nincsen semmilyen veszteségem. És nem lehetek áldozat. Higgyetek el, a baj, a szerencsétlenség nem hagyna nyomot az életünkben, hogyha így látnánk a dolgokat hogyha mi helyesen látnánk a dolgokat, akkor a legszabadabb emberek lennénk, akik képesek minden körülmények között világosság lenni. És hogy mi ilyenné váljunk, az lenne a nevelés, meg a megváltás igazi értelme. A gyerekeket egyedül nevelem, házastárs nem segít, gyerekek engedetlenek, ezek soha nem lennének probléma nem lennék áldozat, nem érezném áldozatnak magam, hanem mindent könnyen meg tudnék oldani. De hadd menjünk a következő gondolathoz. Mi emberek azt gondoljuk, hogy igazságtalanul bánnak velünk? Éreztük már így magunkat? Azt hiszük, hogy valaki becsapott, megcsalt. Tudjátok, hogy azok, akiket megcsalnak, betegek lesznek? Miért lesz beteg az, akit megcsaltak? Azért, mert tévedésben, van, vagy igazságban. Azért, mert tévedésben van. Nem betegedhetsz meg az igazságtól. Csak akkor betegedhetsz meg, hogyha egy hazugságot hiszel. Én annyira boldog vagyok, hogy a testemben van egy mérőeszköz, ami mutatja, hogy mi az igazság és mi a hazugság. Képzeljétek el, hogy mennyi, milyen fantasztikus ez. Milyen nagyszerű lenne a mi Bizonyságtételünk, hogyha be tudnánk bizonyítani valami fizikaival azt, hogy mi az igazság, és mi a velünk kapcsolatban, és Istennel kapcsolatban. Én örvendek, hogy nincs szükségem más dologra, mint az emberi test. És én azt mondhatom, mikor egyesek bizonyos filozófiákat akarnak bevezetni, azt mondjam, hogy ne beszéljünk filozófiáról, figyeljük meg, hogy mi van a te testedben. Ennek kell legyen egy oka. Nézzük meg, hol van az ok, és bebizonyítom neked, hogy azért van neked ez a betegséged, mert Istennek képzeled magad, amikor azt hiszed, hogy be vagy csapva, meg vagy csalva. Az emberek azt hiszik, hogy hazudtak nekik. Mindannyiunknak szükségünk van az igazságra. Szükségünk van arra, hogy igazságosan bánjanak velünk? Igen. El tudja valaki lopni tőlem az igazságot akkor, amikor hazudik nekem? Igen vagy nem? De hogy reagálunk arra, hogyha hazudnak nekünk? Azt mondjuk, ó, nem nekem hazudott. Tudunk olyan emberekkel élni, akik hazudnak nekünk? Igen. Még akkor is, hogyha észrevesszük, Jézus tudott három és fél évet tölteni egy hazug tanítványjal? Igen. Barátjának nevezte a hazugot. Álnok módon megcsókolta. Az hazugság, vagy nem? Tehát, elárulta Jézust, de azt mondta, hogy jövök, hogy üdvözöljelek téged. És Jézus megengedte neki. Ti megengedtétek volna? Én nem engedtem volna meg. Az ösztönöm, nem az ösztönöm, a tudatalattim azt mondta volna, hogy ha megcsókol, azzal nekem veszteséget okoz. Jézus tudta, hogy ha megcsókolja a tanítvány, azzal nem okoz neki veszteséget. Megvert! Megverték Jézust? Tudjátok, hogy sok beteg jön hozzám, aki azt mondja, hogy a szüleim vertek. Ilyenkor azt kérdem, hol vannak a sepphelyek? Volt olyan betegem, aki 60 évesen jött hozzám, és mutatta a bőrén a seb helyet, amit az apja okozott a nadráxia csatjával. A 60 éves nő nagyon beteg volt, és mutatta a sepphelyet hogy hol, hogy verte meg az apja a nadrág szíjjal. Jó verni a gyermeket? Nem jó. De ezt a dolgot fel kell mérd, ki kell értékeld, és a verést csak kétféleképpen lehet kiértékelni. Engem vertek, vagy nem engem vertek. Visszaírt velem, durván bánt velem. Tudjátok hány eset van mindenféle visszaéléssel? és az emberek nem tudnak átlépni, átnézni rajta. Miért? Miért nem képesek 40 év után, vagy 60 év után elfelejteni egy visszaélést? Próbálják megoldani a problémát, de meg tudják oldani? Lehetetlen. Igazságtalanul bánt velem. Minden dolognak az alapjánál az igazságtalanság áll. És mindezek a cselekedetek rosszak, ugye? Vagy jók? Rosszak. De a probléma úgy tevődik fel, hogy ki volt ezeknek a cselekményeknek a célpontja. Hogyha én Isten vagyok, akkor nyilván azt fogom mondani, hogy velem tették. Tudjátok, jönnek emberek hozzám, és azt mondják, én megbocsátottam a szüleimnek. Mikor hallom, hogy valaki azt mondja, hogy megbocsátasz valakinek, akkor már feláll a szőr a hátamon. Hát ki vagy te, hogy megbocsáss a szüleidnek? A szüleid a te alatvalóid? Van neked lehetőséged, esélyed arra, hogy megbocsáss a szüleidnek? Hát ki vagy te? Tartoznak a szüleid valamivel neked? Te hoztál egy törvényt, amit ők Áthágtak? Igen vagy nem? Át tudsz hágni egy törvényt valakivel szemben, aki nem adta azt a törvényt? Igen vagy nem? Nem. Egy törvényt csak az ellen tudunk áthágni, aki hozta azt a törvényt. És így? Amikor ezt hallom, hogy jönnek hozzám és mondják, hogy megbocsátottam neki. És megoldottam a problémámat. És erre azt mondom, rendben. A betegséged azt mutatja, hogy nem oldottad meg a problémát. Miért nem oldottad meg? És akkor felteszem a kérdést. Kivel szemben követték el a szüleid azt a cselekményt? Veszteséget okoztak neked a szüleid? Vagy nem? És amikor az ember azt mondja, hogy igen, nagy veszteséget, akkor már tudom, hogy nem bocsátottak meg nekik. Azért, mert még mindig Istennek érzik magukat. Értjük? A megbocsátás a szeretet következménye. És csak akkor tudunk szeretni, hogyha újjászületünk. És az újjászületés felvilágosít az igazságról önmagaddal kapcsolatban. És az igazság megmutatja, hogy kit feszítettek keresztre. És az igazság az, hogy nem engem. Hogyha valaki azt hiszi, hogy megbocsátott valakinek, de még mindig azt mondja, hogy őt bántották, akkor ő még mindig áldozat, mert nem tudatosította azt, hogy nem őt bántották, nem ellene követték el azt a dolgot. Jézus annyira világosan mondta ezt a dolgot, és mégis amikor a megbocsátás meghatározását elmondom, sokan azt mondják, hogy ó, ez nem megbocsátás, pedig így van. Jézus azt mondta a tanítványainak, mikor elmentek valahová az én nevemben, hogy ítéljetek meg azoknak az embereknek a viselkedését? Kit nem fogadnak azok az emberek? Engem nem fogadnak. Ha valahova bementek, és az emberek nem fogadnak titeket, mit mondott Jézus? Ne haragudjatok meg, ne vegyétek személyesen, mert engem utasítanak el. Könnyű vagy nehéz? Mondom, annyi történetet tudnék mondani erről, amikor én Megyek valahová, hogy fogadjanak egy pár héttel ezelőtt meg voltam hívva egy gyülekezetbe, és péntek este nem jött el senki. Azok, akik meghívtak, nemhogy elfelejtették, csak az idegenek jöttek, akik két héttel azelőtt is ott voltak, első este 12 voltunk, és ez egy nagy próba, kihívás volt számomra. Hol vannak a gyülekezetvezetők? Hol vannak azok, akik meghívtak? Hol vannak az emberek, akik azt mondták, hogy el fognak jönni? És annyira megpróbált engem ez a dolog, hogy megkísértett az a gondolat, hogy menjek haza. Megijedtem a saját gondolataimtól. És azt kérdeztem, honnan jönnek ezek a gondolatok? Honnan jönnek? A helytelen. Azonosság tudatból. Én kinek a szolgája vagyok? Hogyha Isten szolgája vagyok, akkor azt kell mondjam, Uram, sajnálok téged, hogy csak tizenkét tanítványod van itt. Hogyha egy lenne, akkor is ugyanolyan örömmel kellene szolgáljak nekik. De, ha rosszul érzem magam, azt jelenti, hogy saját magam szolgája vagyok. Szeretném, elvárom, hogy az emberek tiszteljenek, levegyék a kalapjukat előttem. És azon a napon Isten megtanított megérteni ezt a dolgot. És én megköszöntem neki, nyilván, mert én mindent megköszönök Istennek. De azt mondtam, hogy lehet, hogy ez a dolog bennem annyira erős legyen, hogy megharagudjak azért, mert nem jöttek el azok, akik meghívtak. És megijedtem magamtól, hogy ilyen gondolatok jönnek ki belőlem, amikor hagyott, hogy elragadjanak az indulataid. És akkor azt mondtam, hogy állj! Ők nem tartoznak nekem semmivel. Én nem értük jöttem ide, nem az ő meghívásukra jöttem, hanem Isten meghívására jöttem. De ezt le kellett tisztázzam magamban. És a következő napon szombat volt, és a terem tele volt, nyilván szombaton mindenki eljött, de én örvendek annak, amikor idegenek jönnek. Azok, akik nem a mi nyájunkból vannak. Mert azok Sokkal fogékonyabbak, úgy fogadják az igazságot, mint egy igazi világosságot. És eljönnek tanácsadásra. A nem jönnek el, mert ők mindent tudnak. De az idegenek érzik, hogy szükségük van, és eljönnek, hogy lássák, hogy hogyan intézzék az életüket. De mi nem veszük észre, hogy milyen erős az énünk. Milyen erős a becsapás a szívünkben. Hogyha Isten nem hoz minket ilyen helyzetekbe, nem vesszük észre. Nem vesszük észre. Nem velem tették. Nem emberekért teszem ezt, hanem Istenért teszem. Istennek tették. Istennel szemben voltak tiszteletlenek. Tehát kit kell sajnáljak? Istent vagy önmagamat? Igazságot kell szolgáltassak magamnak. Szolgáltatok már igazságot magatoknak? Higgyétek el, a legtöbb büntetés, amit a szülők a gyermekeknek adnak, nem más, mint bosszúállás. Nem más, mint bosszúállás. És a gyermek érzi ezt. Azért, mert mi egy hatalmi harcban vagyunk a gyerekkel. És amikor mi felemeljük a hangunkat, amikor mi elveszítjük a türelmünket, és kiáltunk a gyerekre, akkor mi rosszabbak vagyunk, mint ők. Ezerszer. Azért, mert valami olyasmit teszünk, ami teljesen abszurd. Képtelenség. Igazoljuk magunkat a gyerek előtt. Igazságot szolgáltatunk magunknak a gyerekkel szemben. Mi nem kell igazoljuk magunkat, nem kell igazságot szolgáltassunk. Azért, mert kivel szemben követték el az igazságtalanságot? Istennel szemben. És ki fog igazságot szolgáltatni? Isten fog igazságot szolgáltatni. Ez egy teremtett lénynek a hozzáállása. Igen, ilyen helyzetbe voltam hozva, velem szemben igazságtalanul bántak, de ez az igazságtalanság nem engem érintett, hanem Istent, és Isten fog igazságot szolgáltatni. Én nem kell bosszút álljak, nem kell magamnak igazságot szolgáltassak. Vagy igazoljam magam? Én áldozatnak érzem magam, ha Isten vagyok. De én nem vagyok áldozat. Hadd foglalkozzunk a gyerekekkel. Feltevődik a kérdés, kinek a gyerekét nevelem? a saját gyermekemet nevelem, hogyha Isten vagyok. De hogyha teremtett lény vagyok, akkor Isten gyermekét nevelem. Tudjátok, hogy sokkal jobban viselkednénk velük, hogyha nem úgy éreznénk, hogy a mieink? Tudjátok? Azért, mert ami a tied, azzal úgy viselkedsz, mint a tieddel. Azoknak a szülőknek, akik már nagyon belefáradtak a gyereknevelésbe, ki vannak merülve, azt mondom, Képzeljétek el, hogy nem a saját gyereketeket nevelitek, és parátkozzatok meg velük. Beszéltem egy családdal, Ausztráliából felhívtak, azért mert volt egy 11 vagy 13 éves gyerekük, nem emlékszem pontosan, aki otthon tanult, és otthon foglalkoztak vele, de a gyerek nem fogadott szót állandóan a telefonját nyomogatta, lázadott, erre az anya elveszi tőle a telefont, kikapcsolja a villanyt. Én is ezt tettem otthon, kapcsoltam ki a villanyt. Az anya eldugta a telefonját, a gyerek talált egyet, vagy vásárolt magának, amit az anya nem vehetett el, mert az most már az övé, és egy borzalmas harcban, csatában vannak, és felhívtak engem, tanácsért. Mit mondtam nekik? Küldjetek hozzám a gyereket karanténba? Mit gondoltok, hol van a probléma? Hol van a gond? A probléma az, hogy az anya úgy érzi, hogy a gyerek az övé, és önmagáért tanítja, neveli. Tudjátok, milyen nehéz volt, hányszor imádkoztam a beszélgetés közben, hogy el tudjam hitetni az anyával, hogy ha ő megváltozik, akkor a gyerek is két hét alatt megváltozik. De ha az anya nem változik meg, akkor csak harc, háború lesz. A gyereket csak úgy tudod nevelni, hogyha barátja vagy. Nem tudod szeretet nélkül nevelni. Egyedül a barátnak van tekintéje, befolyása és meg fogjuk látni, hogy a szeretetnek a tekintéje nem hátrál meg a következményektől, de a szeretet tekintéje következményeket ad, de soha nem alkuszik, nem egyezkedik, nem köt kompromisszumot. Akkor alkudozunk a gyerekkel, amikor függőségben vagyunk tőle, egy órára adjuk oda a telefont. Hogyha egy szülő független a gyerektől, soha nem alkudozik vele, ez a legelső lecke, amit minden anya meg kell tanuljon a gyermekével kapcsolatban, hogy soha nem alkudozunk vele. Amikor alkudozni kezd el, akkor már vesztes vagy. Láttam ezt akkor, amikor neveltük azt a gyereket a rendelőmben az édesanyjával. Milyen könnyű, amikor az anya azt mondja, ezt szeretnéd, vagy amaszt? És a gyerek Választás elé van állítva, de ő még nem tud választani. Meg kell tanítani, hogy felelőssége van azért, amit megeszik vagy nem eszik. De a szülők, mikor alkudozni kezdenek a gyerekkel, amikor előbb ezt teszed, vagy azután, vagy zsarolják a gyereket, mi nem tudjuk, hogy milyen rosszat teszünk a gyerekkel, Isten gyerekével, akit nekünk adott. Megőrzés céljából azért, hogy neki neveljük fel. Tehát nem alkudozunk a gyerekkel. És megmagyaráztam ennek az anyának és az apának. Az apa jobban megértette, amikor elmondtam neki, hogy a probléma köztetek van. Ti meg kell barátkozzatok ezzel a gyerekkel. És csak amikor barátok lesztek vele, akkor fog ő a szeretetre válaszolni. Nem tudsz egy gyereket nevelni, akinek nem adod át azt, hogy szereted és barátja vagy, és csak úgy tudjátok megoldani a problémát, és majd meglátjátok, hogy hogy működik a szeretet a nevelésben. De ehhez az apa és az anya kell tűrjön. Mennyit tűr a szeretet? Mennyit tűr? Mindent eltűr. De egy anya mennyit tud tűrni? Mennyit tud egy anya tűrni? Nem sokat. Az anya a legkisebb dolgot sem tudja eltűrni a gyerekétől, hogy tegyen. Nem tudja megengedni azt a dolgot neki. Mennyit tűr el a szeretet? Mindent eltűr. Azért, mert Istenből teszi. Tudjátok, mi a dolgokat mindig Azonnal meg akarjuk oldani. Tudjátok, mennyit szenvedtem én azért, hogy mindig azonnal akarom megoldani a problémát? Annyi történetet tudnék mondani a gyerekekről, akik most már felnőttek. Amikor Jonathan egy szombaton otthon volt, és én kiadtam azt a törvényt, hogy a házban nem lehet kávét fogyasztani. És egy szombat délután megéreztem a kávé szagát. Talán a feleségem hívta fel a figyelmemet rá, és ahogy megéreztem a kávészagot, azt gondoltam, hogy na ezt el kell intézzem. És elindultam fölfele a lépcsőn, a fiú szobája fent volt a padlástérben az utolsó szoba a folyoson, és ahogy mentem arra fele, az úr próbált megállítani. Menj lassabban, gondold át. De tudjátok, mit mondtam magamban? Ezt most meg kell oldjam, most! Berontottam a szobájába, ott találtam több fiúval a gyülekezetből. Az előtt való nap megjavított egy kávéfőzőt, mert a szomszédasszony odaadta neki, hogy javítsa meg, a fiam nagyon jó technikus, és éppen ki akarta próbálni a, a készüléket. És én teljesen elvesztettem a lélek jelenlétemet. Amikor megláttam a kávéval a kezében, és ott ültek, úgy rák kiáltottam, és azt mondtam neki, nem ismétlem meg, csak a szavakat mondom el. Te vagy az ördög! Szégyent hoztam az úrra ott? Igen, szégyent hoztam. Ki kellett menjek az erdőbe, hogy megtérjek. Az ott összegyűlt fiatalok előtt egy. Hatalmasat tévedtem. Mennyire volt tiszteletreméltó a viselkedésem? Azt mondhatják ezek a fiatalok, hogy na, ez az Isten embere. Így van? A következő szombaton aztán elmész, prédikálsz, és ott látják, látnak a fiatalok, és azt gondolják, hogy viselkedett ő a házában a múlt héten. Elveszítjük az egész tekintélyünket, vagy nem? Elveszítjük. Csak azért, mert akkor meg kellett oldjál egy problémát, amit el lehetett volna viselni és megoldani három nap múlva. Lehiggadt hűvös fejjel és szeretett lelkületével. És elkerülhetetlen következménnyel. De ezt nem teheted meg idegesen. Tudjátok, nekem általában igazam van, bármit teszek. Nektek is biztosan csak akkor nincs igazam, hogy hogyan akarom tenni. Nincs igazam abban, hogy hogy akarom tenni, és ezért meg kell valljam a feleségemnek, ő bűnösebb, mint én, ezt mindannyian így látjuk, én meg kell valljam neki, bár én nem tévedtem nagyot, én tévedtem kisebbet, mintha léteznek kis meg nagy bűn, de bocsánatot kell kérjek tőle azért, ahogyan viselkedtem vele szemben. Azokért a szavakért, amiket mondtam, bár igazságot mondtam, de a hanghordozásom, ahogy mondtam, az ördögi volt. És nem Isten lelke beszélt belőlem, hanem az én bűnös természetem nyilvánult meg, és az csapott be engem. Én mindig arra hárítom a felelősséget. A feleségem már ismeri a szöveget. Ezért naponta el kell menjek sétálni, hogy megfeszítsem, elpusztítsam, kivegyem onnan, azért, hogy egy napon már ne tudjon becsapni. Tehát a gyermekeink, vagyis Isten gyermekei, akiket nevelünk, kell tudnunk, hogy ők Istenéi, és Isten nem fogja nekünk enyhítő körülménynek beszámítani azt, hogy ideges voltam. Idegesek voltunk. Én megállhattam volna a lépcsőkön? Megállhattam volna? Ha hallgattam volna, Isten lelkére. Sokszor próbált az úr megállítani, de én azt mondtam, hogy nem, uram, most kell megtennem. Azért, mert hajt a bűnös természetem, és ilyenkor vesztes vagy, nincsen semmilyen esélyed. De hála Istennek, hogy meg tudunk térni, és meg tudjuk oldani ezt. Nos, mi a célja a gyermeknevelésnek? Miért neveljük a gyermekeket? Magamnak, az én sikeremért, teljesítményemért. Így van? Minden szülő azonosul a gyermekével, hogy ők dicsekedjenek a gyermekükkel. Mikor a hat gyereket magunkhoz vettük, amikor kezdtem munkába menni, 60 kilométert megyek otthonról a munkahelyemig, tervezgettem, nem az útra, a vezetésre figyeltem, hanem azt terveztem, hogy az egyikből ügyvédet csinálok, a másikból törvénybírót, a harmadikból orvost. Kinek tervezed? Nagy vágyaink vannak, de kinek? Kiért? Hogyha Isten gyermeke, akkor én azt fogom tenni, hogy úgy neveljem, hogy be tudja tölteni azt a célt, amire teremtve volt. Istennek fogom nevelni. Kit képviseljenek ők? Szégyellitek néha, hogy mit tesznek a gyermekeitek? Szégyen tudnak hozni a gyermekek rátok az iskolában? Tudnak vagy nem? Igen vagy nem? Csak akkor, hogyha Istenek vagyunk, akkor hoznak szégyent ránk a gyermekeink. A gyermekeink Isten képviselik, nem minket. De ők azt képviselik, amit próbáltunk beléjük nevelni. Isten szerető jelleme az, amit a gyermek be kell mutasson. De Isten szerető jellemét a gyermek honnan tudja megtanulni? Az édesanyjától és az édesapjától, mert ő nem ismeri Istent. Higgyétek el, hogy ha a gyermekeink látnák Istent a mi életünkben, ők soha nem hagynák el Istent, azért mert Isten a legvonzóbb lény, aki létezik, azért mert önzetlen. És hogyha a szülők a gyermekeiket Istennek nevelnék, ezek a gyermekek értékelnék azt, mert minden gyermek értékeli az önzetlenséget. A lelkében, a lelke mélyén. Hadd nézzük meg egy kicsit alaposabban. Szeretnénk tudni azt, hogy mik azok a lehetőségek, amiket a rossz szem tehet, és mit nem tehet. Kell ismerjük ezeket a dolgokat. Tudjuk, hogy a rossz szem tud rossz tetteket tenni, ugye? De tud jó, szem, jó dolgokat is tenni? Igen. Tud segíteni a rászorulónak. Teheti ezt tiszta önzésből. De tudja nem segíteni is a rászorulót. Tehát a rossz szem egyiket is meg a másikat is tudja tenni. A rossz szem tud rendes és pontos lenni, de tud rendetlen és pontatlan is lenni. A rossz szem tud szorgalmas és megbízható lenni. Elvégzi a kötelességét. De a rossz szem tud, Fordítva is viselkedni, lehet lusta és megbízhatatlan. A rossz szem lehet őszinte és hűséges, de lehet nem őszinte és hűtlen is. A rossz szem táplálkozhat egészségesen, de lehet, hogy nem táplálkozik helyesen. Tehát teheti az egyiket is, meg a másikat is. A rossz szem, Pontosan betarthatja mind a tíz parancsolatot, betű szerint. De a rossz szem át is hághatja néha bármelyik parancsot. Isten parancsát. A rossz szem védheti a gyermekeit. De lehet, hogy nem védi őket, hanem feláldozza őket a bálványnak. Tudjátok, kiáldozta fel a gyermekeit a bálványoknak? manassé király, és még mások. A rossz szem összetörheti a bálványokat, mint ezért kiás. De lehet bálványimádó, szolgálhat azoknak. Tehát a rossz szemmel össze is törheted a bálványokat, de állíthatsz is bálványokat. De honnan tudjuk, hogy melyik szemből tesszük, amit teszünk? Honnan tudjuk, hogy a gyermekeink, mikor Valamit tesznek, melyik szemből teszik. Szeretjük a szófogadó gyermeket? Igen, milyen jó, mikor a gyermek szót fogad. De, honnan tudjuk, hogy rossz szemből teszi, vagy jó szemből? Honnan tudjuk, hogy Isten iránti tiszteletből teszi, vagy csak azért, hogy megfeleljen az édesanyjának és elkerülje a konfliktust? Tudjátok, én nagyon szeretem a nyugalmat, az összhangot. Kiegyensúlyozottságot. Amíg nem voltam megtérve, mindent meg kellett tegyek, amit a feleségem mondott, azért, mert nem tudtam lemondani a nyugodtságról. A feleségem volt a nyugodtság forrása, és én úgy kellett cselekedjem, hogy neki megfeleljen. Ahogy ő kívánja. Ráhallgattam, ő meg volt elégedve, és. Én nem voltam megelégedve, de legalább nyugalom volt, és nem zaklatott, nem háborgott a feleségem. A feleségem egy tipikusan erős karakter, aki ha valamit el akar érni, akkor nem adja fel. Néha meglep, hogy micsoda erős akarata tud lenni. Meglep. Azt mondom, hogy ha ezt jó célra tudná fordítani, milyen nagyszerű lenne. Én egy gyengébb akaratú vagyok, soha nem volt olyan erős ambícióm. De ő, hogyha valamit el akar érni, akkor nem hagy az övéből addig, amíg el nem éri a célját. Fantasztikus. És még akkor is, hogyha én mérges voltam, mert például rövidnadrágban akartam menni valahova, de a feleségem azt mondta, hogy nem, nem illik hozzád a rövidnadrág. És addig mondott, amíg megadtam magam, és végül alávetettem magam, a szeretet forrásának, mert nincs más választásod, hogyha nyugalmat és békét akarok, akkor megadom magam. De ezt Istenért tettem, vagy az énemért? Az énemért? Nem számít, hogy rövid nadrágot húzol, vagy hosszú nadrágot, ha az énedért teszed, mennyi értelme van? Nulla. Azért, mert minden, amit a bűnös természetünkből teszünk, az tisztátalan, még ha jónak tűnik is. Ezt nevezi a Biblia, úgyhogy igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. A fedhetetlenségünket szennyes, tisztátalan ruhához hasonlítja. Ezek mind jó dolgok, nem? Akkor miért tisztátalanok? Azért, mert az énből származnak. Higgyétek el, hogy ha isteni természetből cselekednénk, akkor fedhetetlenségünk nem lenne tisztátalan mert minden, amit isteni természetből teszünk, az helyes és jó. Tehát honnan tudhatom, hogy a gyermek Istenért engedelmeskedik, vagy értem? Honnan tudhatom? Honnan tudja Isten? Azt mondjuk, hogy Isten mindent tud, ő mindent lát. De ha nem láthatna a szívünkben, akkor hogy tudja bemutatni a világegyetem előtt azt, hogy a mi énünk halott? Mivel? azokkal a cselekedetekkel, amiket meg tudunk tenni, vagy azokkal, amit nem tudunk megtenni. Higgyétek el, minket nem lehet megítélni abból, amit tudunk tenni, hanem csak abból, amit nem tudunk megtenni. Nagyon fontos ezt megértenünk. Azért, mert az énünk olyan, mint egy kaméleon. Most jó, most rossz, most jó, most rossz. Honnan tudhatod, hogy milyen? Ezért Isten olyan krízis. Válság helyzetbe kell hozzon, amikor meg tud minket vizsgálni, mert a válságban nyilván, lesz nyilvánvaló az, hogy mit nem tudsz. Tudjátok, hogy mit nem tud az én? Az én nem tudja eltűrni az igazságtalanságot. Tudtátok ezt? Az én mindig elégtételt kell szerezzen, hogyha úgy érzi, hogy igazságtalanul bántak vele. Addig nem tud aludni, addig nem nyugszik, lehet, hogy megbocsát látszólag azért, hogy megszabaduljon a bajból, de nem tudja elviselni az igazságtalanságot. A szeretet viszont el tudja szenvedni az igazságtalanságot. Tehát az énünk a jóval csap be minket. Az énünk arra késztet, hogy mi harcoljuk ki az igazunkat, de hogyha nem tudjuk elviselni az igazságtalanságot, akkor azt jelenti, hogy az énben vagyunk. Mert az én nem tudja elviselni az igazságtalanságot, nem tudja elviselni a hazugságot, semmi negatívat, azonnal fel kell lázadjon, ellen kell álljon, és akkor tudod, hogy ez az éned. Azért, mert a szeretet másképp fog viselkedni. Az én nem tudja szeretni az ellenséget. Nem tudja bármit tehettek, akármennyit meditáltok, soha nem fogjátok tudni az ellenségeteket szeretni. És tudjátok, jönnek egyesek hozzám, és azt mondják, volt egy fiatal lány, aki allergiával jött hozzám, és egy szeminárium után azt mondta, olyan sok ember szeret engem. Tehát az allergia nem jöhet a szeretet hiányból, mert olyan sok ember szeret, de azt mondtam, hogy az allergia nem abból van, hogy nem kapsz szeretetet, hanem te nem szeretsz. Az allergia nem a többiek szeretetéből jön, hanem abból, hogy én nem tudok szeretni. Ezért vagyunk betegek. Azért, mert nem tudjuk szeretni az ellenségünket. Mit jelent szeretni az ellenségünket? Hogy a szeretet meghatározását próbáljam megfogalmazni. A szeretet azt jelenti, hogy eltűröm azt, hogy rosszat tegyenek nekem. Ezt jelenti az ellenség szeretete, hogy amikor rágondolok, jól érezzem magam. Nem? Akkor vagyok szabad. Ez lenne az ellenség szeretete, nem? Így van. Tovább. Nem tudja áldani azt, aki rosszat tesz. Nem tud szabadságot adni száz százalékban a másiknak. Az én nem tudja megtenni ezeket. Azért, mert Sátán volt az első, aki először visszaélt a szabadsággal. Amikor én erőltetni akarom a jót, akkor engem a gonosz vezérel. Ez egy világos, kétségbe vonhatatlan elv. Isten azért találta ki a betegséget, hogy mi fel tudjuk fedezni azt a mélyből fakadó bűnt, amit nem látnánk bűnnek, hogy erőltetjük a jót. A legtöbb szülő a gyermekeire próbálja erőltetni a jót és ettől válnak a gyermekek nagyon lázadóvá mindenben, amit tesznek. Aztán később bosszúállók is lesznek, amikor akkorára nőnek. Mit tehet és mit nem tehet Isten gyermeke? Tehet rossz tetteket? Meg tudja tenni mindezt a jót? Nem tud rosszat tenni, de mit nem tud a jó természet megtenni? Mit nem tud a jó természet megtenni? Nem tud szeretetlen lenni. Számára lehetetlen az, hogy ne szeressen, mert ő Isten teremtménye. Jézus Krisztus bebizonyította ezt. Számára lehetetlen önző lenni vagyis valamit isteni természetedből önmagadért tenni. Nem tudja erőltetni a jót? Kerül szembe Jézus Krisztus kihívásokkal a tanítványaival való kapcsolatában? Igen? Könnyen tanultak a tanítványok? Vagy nehezen? Nehezen. Jézus azt mondta, mennyi ideig bírlak még elviselni? De elbírta őket viselni? Igen, elbírta viselni. Azért, mert szerette őket, és szabadságot adott nekik. Hogy féljen. Tudjátok, hogy az isteni természet nem tud félni? Nem aggódhat. Így van. Miért? Az isteni természettel nem fogunk aggódni. Önmagunkért. Mert ha Isten ügyért aggódnánk, az nem probléma. De nem fogunk önmagunkért aggódni. Tehát, Mit kell tegyünk a nevelés során? A nevelés során a gyermeket a hazugságból, amit önmagáról hisz, az igazságra kell vigyük. De hogyan érjük el ezt, hogyha nem vagyunk tudatában annak? Tudjátok, a bűnös természet elrejtőzik, elkendőzi magát, a jó leple alá bujik. Azért mondhatjuk, hogy a következmények mutatják meg a gyökeret, vagyis az eredmény mutatja meg, hogy miből indultunk ki. Hadd nézzük meg, hogy mi az én gyökere, mert ezt könnyen fel lehet fedezni. Az én gyökere abban mutatkozik meg, hogy nem vagy szabad. Megmutatkozik a türelmetlenségben is. Mikor a szülők nem türelmesek, akkor hol vannak ők? Tévedésben. Mikor a gyermekek türelmetlenek, hol vannak? Tévedésben. És akkor mit kell tennünk? Segítenünk kell nekik. A gyerekek uralkodni akarnak. Verekednek. Nem hagyják a másikat szabadon cselekedni. Ez a bűnös természetből fakad. Mi azt mondhatnánk, hogy várnunk kell még, majd elnövi. Nem. És nem elég azt mondani a gyereknek, hogy ne verekedj. Meg kell magyaráznom neki, hogy miért verekszik. Mert ő téved abban, amit tesz. Ehhez szükség van egy kis munkára. Imádkozni kell előtte, hogy tudjuk átadni azt a gyereknek, úgy, hogy megértse. Lehet, hogy ma verekszik, három nap múlva még mindig, de aztán soha többé nem verekszik. Nem lenne jó? Mi szétválasztjuk őket, megszidjuk, de azt szeretnénk elérni, hogy tudjanak uralkodni magukon, és meggyőződésből ne verekedjenek, nem azért, mert mi jelen vagyunk, és őrizzük őket. Az nem nevelés. Én úgy szeretném nevelni a gyereket, hogy annyira bízzon Istenben, hogy ha provokálják is verekedni, ő inkább elszaladjon, vagy hagyja magát megverni. Így van? Inkább szaladjon el. De ha nem elég gyors lábú, inkább kap egyet-egyet. De bátorítjuk, hogy kit vertek meg. Igen. Agresszivitás. Agresszívek a gyermekeink? Igen. Miért? Gondoljuk, hogy szeretetből válnak agresszívvé? Származhat erőszak a szeretetből? Higgyétek el, hogy Jézus Krisztus következményt adott. A templomban az következmény volt, és amikor azt mondta a fügefának, hogy száradjon ki, az is egy következmény, egy ítélet volt. Milyen lelkülettel adta azt a következményt? Ideges volt belül? Nem. A Jézus élete című könyvben azt írja, hogy a gyermekek nem ijedtek meg tőle, mikor a kufárokat, a kereskedőket kiűzte a templomból. Csak azok ijedtek meg tőle, akik rosszat cselekedtek. A gyermekek hozzájöttek, egy sem szaladt el tőle. Amikor én ingerlékeny voltam, tudjátok, mit tett a feleségem a gyerekekkel? Kiment velük a házból, hogy megvédje őket az én szeretetteljes viselkedésemtől. A gyerekek azonnal észreveszik, higgyétek el. A gyerek azonnal észreveszi, hogy agresszív vagy-e, vagy sem. Ezért ki akarjuk-e nevelni az agresszivitást a gyermekekből, vagy így akarjuk hagyni őket? Ha ki akarjuk nevelni belőlük, akkor meg kell értetni velük, hogy hazugságot hisznek önmagukról. Mert a hazugság miatt válsz agresszívvé. Az igazság nem tesz agresszívvá. Amikor következményt adsz, akkor teljes békében vagy. A harag. Mi az? Az én megnyilvánulása. Mi a versenyszellem? Mi a versenyszellem? Egy alkalommal, mikor a négy éves unokámmal játszottam, volt neki egy ilyen játéka. Társas játék. Ember nem érgelődj. Ide adta nekem is a dobókockát, és gondoltam, hadd játszunk együtt egy keveset. Amikor ő nyert, rendben volt. A második játékot én nyertem meg. És mit tett ő? Örvendek, hogy jöttetek, gyerekek. Mit tett? Megharagudott. Tudjátok, milyen következményt adtam neki? Azt mondtam, soha többé nem játszok vele versengésre serkentő játékot, és megmondtam a szüleinek is, hogy dobják ki ezt a játékot, ami önmagában az ördögi mérget hordozza. Mi nem játszhatunk versengésre hajlamosító játékot, mert nincs kivel versenyezzünk. A mennyben nem lesz versengés, ki a nagyobb, ki a kisebb, ki a szebb, ki ilyenebb, meg olyanabb. Amennyben nem lesz ilyesmi. A versengés annak a biztos jele, hogy hazugságban vagyunk. Az uralomvágy. Világos. Az erőszak. Mikor a gyermekek erőszakosak, verekszenek, tudhatjuk, hogy olyan dolog, amit ki kell belőlük nevelni. De nem távolíthatjuk el azzal, hogy hátra a kezeiket, megbilincseljük őket. Csak akkor lehet az erőszakot eltávolítani, ha az ént kivesszük belőle. Ezt a gyerekkel megtegye, mi szülők meg kell mutassuk neki, hogyan tegye. Hogyan jusson a hazugságból igazságra. Ha teremtmény vagyok, Isten gyermeke, akkor ennek a jele a szabadság türelem szeretet hűség őszinteség igazság és így tovább a gyermek azért tettem ide ezt a képet egy tükör mögé a gyereknek van egy problémája amit a szülőknek ismerniük kell ő ezzel a hazugsággal születik hogy ő Isten és neki minden jár. És hogyha a gyerek így születik, mi meg kell értsük ezt? A gyerek problémája az, hogy neki jó szükségletei vannak. Az ő lelkében szüksége van szeretetre, tiszteletre, szabadságra, biztonságra, fedhetetlenségre, összhangra, jó érzésre, értékelésre, hálára, békére és itt tovább. Minden, amit a gyerek kíván, az jó. De a benne levő tévedés azt mondja, az én szüleim kell megadják nekem ezeket. Elvárja a szüleitől, hogy a szükségleteit kielégítsék, hogy adjanak neki szabadságot, biztonságot. És ő tévedésben van, nem tudja, hogy ezeket csak a saját tette által tudja elérni. És mivel ezzel a tévedéssel született, kell segítsük őt, hogy rájöjjön erre. Azért, hogy meg tudja oldani ezeket. Tehát, hogy tudjuk segíteni a gyermeket, hogy ezeket észrevegye? A gyermek általában tiltakozik, mikor valamelyik elvárása, valamelyik szükséglete nincs betöltve. De akkor is tiltakozik, amikor az anya vagy az apa szükségletei nincsenek betöltve. De általában az anya, Ügyvédévé válik a gyerek, és akkor tiltakozik, amikor az anya szükségletei nincsenek betöltve. Azért, mert ő az anyából táplálkozik, és azért tiltakozik, hogyha az anya nem kapja meg azt, amire szüksége van. Mivel ő nem táplálkozhat így belőle. A gyerek elvárja, hogy az anya naponta hányszor mutasson tiszteletet iránta. Állandóan, nem? Nem szép az, hogy tiszteljenek? Természetesen. De ezek a magas szülők mennyi tiszteletet mutatnak a kisgyerekeik iránt? Úgy tiszteled őt, mint egy felnőttet? És amikor nem tiszteljük őket, ők tiltakoznak. Amikor elveszük a mobiltelefon tőlük, vagy valami mást, a nagyobbak tiltakoznak. A kisebbeknek még nem adjuk a kezébe, de hamarosan lesz az egyéveseknek is bébi telefon. A gyerek azzal tiltakozik, hogy visszautasítja az ételt. Tudjátok, hogy ez a leggyakoribb formája a gyermek tiltakozásának. Tudja, hogy ezzel az anyát boszantani tudja. Egy hatalmi harcba kezd az anyával, és az anya nem tudja etetni, megpróbálja. Egy anya egyszer azt mondta nekem, hogy ha nem etettem volna erőszakkal, meghalt volna. Azt mondtam, hogy ez hazugság. Honnan tudja? Honnan tudja, hogy meghalt volna? Ahelyett, hogy önmagunkat változtatnánk meg, amikor a gyerek tiltakozik, próbáljuk a gyereket kényszeríteni, hogy egyen. Borzalmas, nem? Ahelyett, hogy megjavítanánk az okot, megjavítjuk a következményt. És sikeresek leszünk? Nem leszünk sikeresek. Higgyetek el, a gyermek nem tiltakozik ok nélkül. Nem tiltakozik ok nélkül. Próbál uralkodni a szülein. Zabolázhatatlan viselkedésben nyilvánul ez meg, vagy betegség által. Tehát az első szabály, amit a szülőknek tiszteletben kell tartaniuk, az, hogy el kell kerüljék, hogy a gyerek lelki szükségletei ellen cselekedjenek. Mindig szeretetet, szabadságot, tiszteletet, és így tovább kell adjanak a gyereknek. Amikor a szülők ez ellen mennek, Tiszteletlenül viselkednek, szeretet nélkül nem adnak szabadságot a gyereknek, hogy azt tegyen. Beszélünk majd a szabadságról később, amikor a szülők olyat tesznek, ami a gyerek lelki szükségletei ellen van, a gyerek tiltakozni fog, és beteg lesz. Ezért a szülők, akik értelemmel rendelkeznek, el kell kerüljék azt, hogy a gyereknek Lealacsonyító szavakat mondjanak. Tudjátok, hány betegen van, akik azt mondják, hogy apám mindig butának nevezett, és azért nem értem el az életben semmit, mert anyám és apám butának neveztek engem. Mondhatod egy gyereknek azt, hogy buta vagy? Vagy bolond? De mondjuk? Ha nem mondjuk szavakkal, akkor másképp mutatjuk ki. Te nem tudod, nem teheted ezt. Meg kell értsük őket, hogy ők azt teszik, amit tesznek, mert nem tudnak jobbat tenni. A szülőknek nem szabad a gyerek lelki szükségletei ellen cselekedni. Ahányszor áthágják azt, a gyerek tiltakozni fog. És hogy fog tiltakozni, nem számít. De a szülő kell tudja, hogy amikor a gyermek valamit tesz, nem eszik, nem iszik. Ellenőrizhetetlenül viselkedik, megbetegszik, tudnunk kell, hogy önmagunkat kell helyrehozzuk, kiavítsuk, nem a gyermeket. Az okot kell megkeressük, és akkor kell segítsük a gyermeket, hogy másképp gondolkozzon. Eljutottunk a döntő kérdéshez. Akarják a szülők segíteni gyermeküket, hogy megszabaduljon attól a tévedéstől, amivel született? Hogyha a szülők akarják ezt, akkor hozzá kell álljanak a munkának, és pedig. Időre van szükségük, hogy gondolkozzanak, tervezzenek és gyakorlatba ültessék ezeket a dolgokat a következő napokban, hogy lássuk, hogy mit, hogyan kell tenni, hogyan szervezzék meg a családot. Mert egy szervezetlen család olyan, mint egy szervezetlen vállalkozás, és egy szervezetlen vállalkozás soha nem lehet sikeres, ahol senki nem tudja, hogy mit és hogyan tegyen. Rendetlenségben nem lehet jelen Isten sem. Azért, mert Isten nincs ott minden, jól szervezett helyen, de a szervezetlenben biztos nincsen. Aztán a szülők, a szülők fel kell ismerjék saját hibáikat, gyengeségeiket és tévedéseiket, amiket a gyermek csak a felszínre hoz. Hogyha nem mész Istenhez, hogy előbb megold a saját problémádat, hasztalan próbálod a gyerekedet segíteni. A gyerek boszantani fog, és előjönnek a saját problémáid, gyengeségeid, Mindannyiunknak van ilyen. De kicsit máshol, ezek mind a bűnös természetünkből származnak, de tudnom kell, hogy mi az, ami engem ki tud hozni a sodromból. Vannak bizonyos szavak, amik például nálam azonnal kiütik a biztosítékot. Ezeket a szavakat, helyzeteket kell ismernem, és Istenhez mennem, hogy segítsen ezeket megoldani, hogy mikor ezeket hallom, teljesen nyugodt tudjak maradni. Hogy semmi ne tudja belőlem kihozni a rossz természetemet sorban. A szülőknek szükségük van Jézus Krisztusra, a megváltóra, azért, hogy sikeresen teljesítsék szolgálatukat. Nem létezik olyan nevelési módszer, ami sikeresen működne, hogyha a szülők nincsenek megtérve. Tehettek, amit akartok, nevelhetitek őket a bűnös természetből, láttátok, egy bizonyos pontig működik. Vannak nem keresztény családok, ahol a dolgok nagyon jól mennek. Tudjátok miért? Ők Isten nélkül működnek, és tudjátok miért megy jól nekik? Azért, mert a világban szabadság van. Ott, ahol hagyod, hogy a dolgok úgy fejlődjenek, ahogyan akarnak, ott nincsen stressz, konfliktus. Ha egy keresztény családba mész, ahol mindent elvek szerint akarnak tenni, és veréssel kényszerítik ki a megfelelő viselkedést, összehasonlítva a világi családdal, ahol azt mondják, hogy hadd nőjön fel a gyerek úgy, ahogy lehet, a kettőt összehasonlítva az utóbbi Jobb helyzetben van. De mi nem ilyen gyereket szeretnénk nevelni. Tehát számunkra nem ez a helyes megoldás. Mi azt szeretnénk elérni Krisztus által, hogy ne egy olyan család legyünk, ahol a kihívások elbuktatnak, hanem a kihívások ellenére is minden rendben legyen, a gyerekek helyesen viselkedjenek. Tudjátok, mi a gyermeknevelés kulcsa? A kulcs az, hogy milyen a szülők belső élete, de különösen az anyáé, ahogyan ő gondolkodik, ahogyan ő viszonyul a dolgokhoz, amikor azt hiszi, hogy senki nem látja, nem tudja, de a gyermek tudja. A szülők belső életét meg kell tisztítani. S ha a szülők megtisztítják az életüket, úgy, ahogyan Krisztus mondta, hogy én megszentelem magamat ő érettük, hogyha mi megszenteljük magunkat Istennek azért, hogy jó példa tudjunk lenni a gyermekeink számára, akkor a gyermeknevelés 90, de hadd mondjuk 80 a már megvan oldva. Ha az anya és az apa megtisztítják szívüket, hogy a gyerekük, hogyha beléjük látna, átlátszóan látna, akkor ők eljuthatnak oda, hogy a gyermekeiket nagyon-nagyon jól neveljék. De ehhez a szülőknek van-e tenni valójuk, vagy nincsen? Igen, vagy nem? Higgyétek el, hogy időre van szükség. Ha nincs időn gondolkodni. Igen, Krisztus nagyon foglalt volt. Én is foglalt vagyok. De higgyétek el, én éjszaka foglalkozom ezekkel a dolgokkal. Például ma reggel négykor költött fel az úr, és kezdtem elemezni a problémákat, amik vannak az életemben, ahhoz, hogy meg tudjam őket oldani, azért, mert időre van szükség ahhoz, hogy gondolkodjunk. Ha nincs időt gondolkodni, nem juthatsz el sehová. Időt kell vegyél, és Isten az egyetlen, aki tükörben meg tudja mutatni, hogy segítsen felismerned azt, hogy hol vagy, és azt kérdi, ki akarsz jönni onnan? Szeretnéd az igazságot hinni, vagy a hazugságban akarsz maradni? Mi azt tesszük a legritkábban, hogy megfelelően gondolkodjunk, témához kapcsolódóan, a jellemmel kapcsolatban. Mi minden felületes dologgal foglalkozunk, hogy mit tegyünk és mit nem, de ha nem vizsgáljuk meg az életünket, ha a belső életünk nem lesz tiszta, sehová sem fogunk tudni eljutni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Segítsen meg Isten, hogy gyakorlatba tudjuk ültetni ezeket a dolgokat. Amen.